Grecsó Krisztián az egyik legolvasottabb kortárs szerzőnk, aki 2001-ben a Plecska Anyu című novellás kötetével lett ismert. Azóta számos műfajban alkot, ír prózát, verset, és találkozhatunk vele zenészként koncerteken. Regényei a kiadók olvasási listáinak vezető helyein állnak. Az idén megjelent Lányos apa című kötetében családi történetek olvashatóak, amelyek segítségével az olvasó is megértheti saját sors a könyv olyan tárca novellák gyűjteménye, melyek egy része már korábban megjelent napi és heti lapokban. Olvasható úgy is, mint egy emberi élet, tehát úgy, a, a, úgy is. Egyébként én azt javaslom, de hát mi, az olvasó szabad ember azt csinál, amit akar, de szerintem ezt jobb szemezgetni, tehát jobb egyet-egyet elővenni belőle, aztán pihentetni kicsit megint. Tehát ezek, ezek elég sűrű szövegek ahhoz, hogy legyen érdemes, tartani köztük. A szerző az egyik női heti labban a könyv megjelenése óta is folytatta a kislányáról szóló történetek közlését, de a közelmúltban úgy döntött, hogy befejezi ezt a sokak által nagyon kedvelt sorozatot. Komoly számunk kérések indultak el, úgyhogy kénytelen voltam közbeszólni, hogy nem, miattam van vége, nyugodjanak meg. Nagyon jól esik ez a hatalmas szeretet áradat, mint ahogy az is nagyon jól esett, hogy ennyi elképesztően sok levelet kaptam. Ugye valószínűleg ennek az az oka, hogy én radikális őszintességet választottam, tehát azt az utat választottam, hogy itt a, az a modell, amit a közösségi médiumokban látunk, vagyis ott kirakat van, tökéletesség van és simaság, az itt messze elkerülendő. Grecso Krisztián jelenleg egy családregényen dolgozik, ami várhatóan a jövő évben jelenik majd meg.